Egyre nyitottabb a társadalom, és nagyobb segítőkészséget is tanúsítanak az emberek, a civil szervezetek a fogyatékkal élőkkel szemben. Magyarországon több mint 600 ezer tartósan egészségkárosodott és fogyatékossággal élő ember él. Számukra komplex segítségnyújtás szükséges, nekik és a hozzátartozóik számára is. A fogyatékkal élő emberek gyakran érzik magukat kirekesztetteknek, olyanoknak, akik szeretnének, de nem mindig tudnak egész tagjai lenni a társadalomnak. Társadalmi beilleszkedésükhöz segítségre van szükségük. A szociális ellátórendszerrel párhuzamosan működő és kiépült szociális, civil szervezeti és karitatív háló nyitott programjai lehetőséget biztosítanak az épp emberekkel való kapcsolatra. Mert mindenek előtt a legfontosabb megelőzni a sérült emberek elszigetelődését a társadalomtól és embertársaiktól. Életlehetőségeik kiszélesítésével, mobilizációjuk megteremtésével, munkaerőpiaci integrációval nagy lépést tehető érdekükben. Nyugat-európai mintára szemléletváltás kezdődött a fogyatékkal élők ellátását illetően. Mindinkább előtérbe kerül a nagy létszámú intézményes ellátás helyetti kis létszámú otthonok kialakítása. A fogyatékkal élő lakóhelyén vagy környékén is a családjához közel maradhat. Folytatjuk a témát itt a stúdióban. Vendégem Glückmann Pál. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az volt az első gondolat, hogy a megyében jól állunk a tekintetben, hogy a nagyobb létszámú szociális otthonokat sikerül kiváltani kis létszámú otthonokkal. Akkor hogyan is állunk a megyében? Hát én úgy gondolom, hogy a fogyatékosok nagy ápoló-gondozó otthonai kitagolása, úgynevezett támogatott lakhatása a megyében a több intézménynél megtörtént, illetve van, ahol elkezdődött és folytatásra vár. Teljes mértékben végre van hajtva, vagy végbe ment a szakai 150 fős intézetbe, a Mérki intézetben és a Győrteleki intézet egy része is már támogatott lakhatásban él, aminek összegezve a leglényegesebb, két leglényegesebb dolga az, vagy feladata, hogy a fogyatékos emberek számára a lehető legjobb tárgyi személyi körülmények váljanak elérhetővé, illetve az a szemléletváltás, hogy a fogyatékos ember személy szerint, személyre bontva a saját szükségleteihez mérten kapja meg a szolgáltatásokat. Önöknél Nyírtelek városában is van egy ilyen otthon, tehát önöknél mi a tapasztalat, mire volt a legfontosabb ennél az átállásnál, mire volt szükség, mi volt a legfontosabb? Nekünk egy kicsit másabb a helyzetünk, hiszen mi nem ápoló gondozó otthon vagyunk, és nem is ez volt a fő profilunk, de mivel a törvény lehetőséget adott arra, hogy kislétszámú közösséget lehessen, életkörülményeiket lehessen javítani, ezért úgy döntöttünk, hogy saját erőből indítunk egy támogatott lakhatást, ezért a tárgyi feltételeket úgy alakítottuk, hogy béreltünk egy házat, és 8 fő részére biztosítunk ellátást, ezt az új szakosított ellátást, és tulajdonképpen a nagy intézmények lebontásával párhuzamosan ugyanazokkal a feltételekkel, illetve ugyanazokat a feltételeket tudjuk biztosítani a lakóink számára, amit megelőz egy úgynevezett személy szerinti szükséglet felmérés, és ebből ki az egészségügyi állapotából, mentális állapotából, és a mindennapi életvitelihez kapcsolódóan a szükséglet felmérő meg tudja állapítani, hogy milyen szociális szolgáltatásokra van szüksége az ő minél önállóbb életviteléhez. Mert hogy mondjuk el, hogy az önök intézménye elsődlegesen fogyatékkal élők nappali ellátását biztosító intézmény is, de akkor maradjunk ennél a támogatott lakhatásnál. Azok a fogyatékkal élő személyek, akik bekerülnek vagy elkerülnek önökhöz, milyen fogyatékkal rendelkeznek, mennyire integrálhatók? Ez nagyon fontos kérdés, hiszen erre kell felépíteni az egész ellátórendszerüket. A jelenlegi eloszlásunk, 6 fogyatékos személy él életvitelszerűen 2016. februárja óta, tehát lassan 2 éve. Ebből
két enyhe értelmi fogyatékos, van három középsúlyos értelmi fogyatékos és egy mozgás sérült fiatalember, aki baleset következtében lett mozgás korlátozott, de viszont el tudja magát látni, tehát nincs kerekesszékhez kötve, és ez a csapat, én úgy mondom, hogy a mozgásfogyatékos kliens vezetésével, a mindennapi életbe, tehát az otthoni életbe, úgy mondom a vezetésével, természetesen a szolgáltatásainkat, a személy és tárgyi feltételeinket folyamatosan biztosítjuk, és hát azért nyilvánvalóan, hogy meg kellett azt teremtenünk, azt az életritmust, azt, ami a mindennapi életben az úgymond épp egészséges emberekre jellemző, tehát a napi beosztást összehangolva a munkával, a szabadidővel, és ez úgy érzem, hogy gördülékenyen megy. Milyen szakemberek foglalkoznak velük, vagy segítik őket? Azért örülök a kérdésnek, mert amikor mi létrehoztuk a megfogalmazott gondolat a támogatott lakhatásba, akkor még nem ismertük azt, hogy lesz törvényi változás, ami lehetővé teszi azt, illetve megkönnyíti a szolgáltatások nyújtását, hiszen a törvény leírja, hogy az összes szolgáltatást a fogyatékosok nappali intézménye és támogató szolgálata a szakemberei révén, illetve a feladat elvégzése révén a támogatott lakhatásnak tudja biztosítani. Tehát a mi nem kellett külön szakembereket nekünk akár úgy fogalmazok, hogy kiképezni vagy felvenni, mivel a törvény lehetővé teszi, és meg is vannak a szakembereink. De kik ők, szociális gondozók? Én erre gondoltam. Fejlesztések vannak, fejlesztő pedagógus, szociálpedagógus, illetve szociális ápoló gondozó személyzet teszi ki ezeknek a feladatoknak a elvégzését. Itt nagyon fontos megemlíteni, hogy konkrét feladata két személynek van ezekkel a lakóinkkal. Az egyik az úgynevezett esetfelelős, aki mind a hat embernek a minden napjaiba felmerülő problémákat rendezi, koordinálja. Rendezi, koordinálja, és továbbítja az intézményvezető felé, amit ő nem tud ebbe lépni, és az úgynevezett eset kísérő kolléganő, aki az effektív számunkérést, ezt a, főleg a rend és a napi rend betartására értem ezt a számunkérést, a tanácsadást, akkor a ellátásukért felelős, tehát a étkezés menetéért, akkor ruha ellenőrzés, tehát ahhoz, úgy, ahogy egy mindennapi életbe beilleszkedő embernek ki kell nézni, illetve el kell végezni a feladatát. Mit mondanak a hozzátartozók? Mi a véleményük erről az ellátási formáról? Ugye a nagy intézményekben ők is látták, a családtagok, hogy a fogyatékkal élő személyekre egyénenként egyedileg nem jut, vagy nem juthat annyi figyelem. Ezzel elégedettek, ezzel a formával, ezzel az ellátási formával? Biztonságban érzik-e a hozzátartozót? Nyilván a mi esetünkben két fő van, aki családból jött. Van, aki a szüleit elvesztette, és a hivatásos gondnok pótolja, úgynevezett a szülői hátteret vagy felügyeletet, teljesen mindegy, hogy fogalmazok, és van, aki más intézményből jött. De a lényeg az, hogy ez a rendszer, hogy egyéni szükséglethez igazodik az egész ellátási forma, tehát nem általános rendszabályok, illetve általános protokollok, hanem mindenkinek személyre szabottan, hogy 12 szolgáltatási elem próbálja a mindennapi életet átfogni. Ezt egy pár dolgot felsorolnék belőle, tehát maga a lakhatás, az étkeztetés, akkor az esetvitel, tehát az esetek megoldása, a tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, pedagógiai tanácsadás, fejlesztés, felügyelet, tehát ezek összességét kell úgy összekoordinálni, hogy ez az egyénnek speciálisan mindenkinek külön-külön a folyamatos és egyre egyszerűbb életvitelét biztosítsa.
akinek természetesen az egészségügyi állapota megengedi, bevonható foglalkoztatásban, rehabilitációs foglalkoztatásban? Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk itt a lakóink kapcsán, hogy mindenki dolgozik, és nem is szociális foglalkoztatásban dolgoznak, hanem akreditált foglalkoztatóknál, és ezek közül 4 Nyíregyházán dolgoznak, tehát minden nap bejárnak, 2 pedig Nyírteleken dolgozik, és ebből 1 fő a saját foglalkoztatottunk. Azért vagyok egy kicsit büszke erre, mert a 3 intézmény mellett akkreditációt megszereztük a megváltozott munkaképessége foglalkoztatásában, és 1 főt be tudtunk ebbe a munkába vonni. Tehát mindenki, hál' Istennek, megtalálta a saját maga képességének megfelelő munkát. Tehát van, aki kézműipari helyen dolgozik, van, aki 2 fő takarítóként dolgozik, illetve van egy mozgássérült fiatalember, ő a startnál ilyen ipari tevékenységet tud végezni. Nos, beszélgethetnénk még erről nagyon sokat, illetve szakmai kérdésekről is. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a lehetőséget.